A paraszt meg az ördög. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de én most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá az ördögöt. Úgy kezdődött a dolog, hogy a paraszt, mint rendesen, napestig dolgozott kint a földjén. Mikor bealkonyodott, hazafelé készült. De mint jó gazdához illik, mielőtt elindult, még egyszer körülnézett, rendben van-e minden. Hát, ahogy így vizsgálódik a szürkületben, mi akad a szemébe? Nagy halom parázs izzik a szántóföldje közepén. Igen, elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, megnézni mi az. Még jobban csodálkozott azon, amit látott, mert nem volt az más, mint valódi tüzes zsarátnok, és a tetején egy kis fekete ördög kuporgott. Talán csak nem kincsen, Kotlosz? De bizony, hogy azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany meg az ezüst, mint amennyit te egész életedben láttál. Na, akkor jó van, mivel hogy a kincs az én földemen van, tehát az enyém. Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. És mi jó van abban neked? Mert gondolom nem csupán szívbéli jóságból teszed. Eltaláltad. Pénzem van dugig. Aranyra, ezüstre akár rá se nézzek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam. Hát, nem bánom. Legyen, ahogy akarod. De hogy vita ne legyen az osztozkodásnál, egyezzünk meg, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd. Rendben. Legyen, ahogy mondtad. Itt a kezem, csapj bele. Igen ám, csak hogy az agyafurt paraszt abban az esztendőben egyebet sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett ám az ördög a részéért. Kaszát hozzak, vagy úgy téped, puszta kézzel. Hogy? A répát kaszáljad? Azt nem, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele. Azt mind elviheted. Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted? Hát nekem így is jó. Legyen a kedved szerint! Az ördög még morgott valamit, aztán elinalt. A paraszt meg fölszántotta a földjét, és az egészet tiszta búzával vetette be. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta fel a kocsijára, mikor nagy dérrel durral megjelent az ördög. Ho-ho-ho-ho-ho! Hallod, de hékás! Hová viszed azt a búzát? Haza a csűrömbe! Nagy íter, áru, hé! Várjál, hékás, várjál! Hát, nekem mit hagytál? Mindent, ami a föld alatt van! Ahogy kérted! Az ördög persze rettenetesen megdühödött, mert nem talált mást, csak a puszta tarlót. Tühében egy ciklahasadékon át lerucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.